Ahogyan arról nemrég tudósítottunk, a Gödöllői Nemzetközi Természetfilmfesztivál 2016-os versenykiírásában a felnőttek mellett a régió diákjait is megszólították két pályázati lehetőséggel. A Kreszemetej te is diákfilmverseny, valamint a Fény és Víz diák fotópályázatok eredmény hirdetésére 2016. március 31-én került sor a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ nagy termében. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép számmal ma jelen vagyunk. Remélni sem mertem, hogy ennyien itt leszünk. Ez azt jelenti, hogy célba talált a kezdeményezésünk, és mindannyian érezzük itt Gödöllő és térségében, hogy bizony bőven van mit tennünk annak érdekében, hogy a környezetünket megóvjuk. A Kreszemetej te is egy szemléletformáló térségi hulladékkezelésre vonatkozó verseny. A diákokat kértük meg arra, hogy vizsgálják meg és mérjék föl a közvetlen környezetükben tapasztalható problémákat és jó gyakorlatot egyaránt. Maga a projekt az a Nemzetközi Természetfilmfesztivál szervezése alatt zajlik, tehát ugyanaz a szervező csapat, ott egy országos és globális környezetvédelmi és természetvédelmi program, ez az egész természetfilmfesztivál, és ehhez kapcsolódik térségi szinten Gödöllő és környezetének a felmérésére ez a Kreszemetej diákfilmverseny. Két korcsoportban hirdettük meg a versenyt. Ugye a gyerekek sajátja az, hogy itt egy 12 éves és egy 18 éves diáktól természetes, hogy nem ugyanazt várhatjuk el. Ezért 10-től 14 éves korig volt az első csoport, a második pedig 15-től 18 éves korig. Összesen 29 nevezés érkezett, 6 településről és hát számos iskolából. Úgyhogy mi így első évben ezt mindenképp egy nagy sikernek könyveljük el, hogy ennyi gyereket is meg tudtunk mozgatni vele. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságnak az volt a célja ezzel a térségi projekttel, ez az országban több térségben is zajlik most, ugyanekkor, hogy kifejezetten az itteni specifikus problémákra fókuszáljunk, és ezek által tanítsuk meg az itt lakó embereket arra, hogy hogyan is kellene a hulladékot kezelniük, hogy mennyire fontos a szelektív gyűjtés, és utána ennek a megfelelő módon való kezelése. Hát én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon-nagyon jól rátapintottak a lényegre. A 29 alkotásból szépen kijön egy közös metszet, hogy sajnos jelentős probléma itt a környezetünkben az illegális hulladéklerakók helyzete. Ezt ugye látjuk mi is a mindennapokban, a települések határában, út mentén. Ez volt az egyik nagy probléma, ami több filmből is előjött, illetve az, amit látnak, hogy bár mi egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk a Zöld Híd Kft. Révén, hogy a házunk kapujától viszi el szinte a szemetet, sokan nem élnek a lehetőséggel. Tehát a legrosszabb, ugye, amit a hulladékkal tehetünk, hogy szemétként kezeljük, és egy nagy kommunális lerakóba kerül a helyet, hogy újra hasznosítanánk. Tehát ez nagyon jól lejött a gyerekeknél, illetve én azért most is ezúton is szeretném megköszönni a pedagógusoknak és a szülőknek, tehát minden egyes munkában érezni, hogy ott állnak mögöttük, de hát a gyerekeink attól lesznek többek és okosabbak, hogyha amennyire igényük van rá, fogjuk a kezüket és segítünk nekik, ez itt tökéletesen megvalósult. A filmeket a szervezők értékelték, illetve kértünk szakmai segítséget, filmes segítséget, de igazából az elején is leszögeztük azért, hogy a diákok ne ijedjenek meg a kihívástól, hogy ez nem egy filmtechnikai verseny. Itt nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy kinek mennyire jó gépe van, vagy milyen gyakorlata van a filmezésben, hanem hogy mennyire kreatív, mennyire proaktív, mit vesz észre, mennyire jár utána a problémáknak, ad-e megoldási javaslatot. Tehát itt sokkal fontosabb volt a tartalom, a környezetvédelmi tartalom. A 10-14 éves korosztályban harmadik helyezést ért el Unyi Péter, a Gödöllői Református Líceum diákja. Második helyen végzett a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium animáció és ökoszakkörének alkotása. Az első díjat pedig Kókai Máté, a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tanulója vihette haza. Először a rajztanárom mondta, hogy van ez a filmverseny,
és hogy jó lenne, hogyha az osztályból valaki csinálna. Utána anya is mondta, és gondoltam, hogy egy próbát megér. Sokszor láttam Gödöllőn, miközben mentünk le esetleg a nagymamámékhoz, hogy ott is szemét van, és ott is rengeteg szemét van, és ismertem már pár helyet, ahova így el tudtam menni és lefilmezni. Az információkat volt, amiket tudtam, mert már voltunk a Zöld Hídnál így osztályprogram keretében. Volt, amit az interneten, például a Wikipédián utána néztem, és segíteni osztálytársam segített. Egyszer velem mentünk el biciklivel az egyik felvételt, amikor a szelektív üveg kukánál voltunk. Ott velem mentünk el biciklivel, és vettük fel a felvételeket. A 15 és 18 éves diákok között a harmadik helyen a Dunakeszi Radnóti Miklós gimnáziumból Cseri Bálint és csapata végzett. Második helyezett lett Mányok Kristóf és Balogh Zsombor, a Gödöllői Református Líceum tanulói. A kategória győztese pedig ugyancsak a Gödöllői Református Líceumból került ki, Bartos Janka és barátai, azaz az Átlagemberek nevű csapat. Egy megunt tévé arcáron nézek vissza rátok, még mindig csak álltok. Álltok és várjátok, hogy valaki más menti meg a földet. De ha ti nem, eztán senki nem lát zöldet. Egy szó, és az avar nem lesz többé mocskos. Nem lesz mocskos attól, amit ti rádobtok. Nem lesz az út széle szemét és pusztulás, ha egyet megjegyzel, kék virág lesz nyilván. S várni fog a rigó reggel sétád alatt. Eldalolja neked a legszebb dalokat. Hálás lesz, mert meg akarod menteni a földet. Naplementén sárgát, mezőkön a zöldet. A csapatból ketten cserkészek vagyunk, itt Gödöllőn a 802 Szent Korona cserkész csapatban, és ugye ez egy ilyen alapvető dologot, hogy védjük a természetet. És egyébként én, meg még egy barátnőm nagyon... odafigyelünk erre, és van, hogy szedjük is a szemetet, ha csak így sétálunk. Én írtam a verset, nekem jött ez az ötlet. Egyébként is nagyon-nagyon szeretek verset írni, és egyik reggel sétáltam, és ott az utcánkban is van egy ilyen szemétlerakó sziget, és volt ott két kirakott tévé, és onnan származik ugye a filmben látható tévé is, és onnan jött az ötlet, hogy ezt felhasználhatnánk, mint egyik főkelléket, és akkor onnan már igazából így jöttek a lépések, hogy akkor mit is csináljunk. Ez egy ilyen jó visszajelzés, hogy az, amit csináltunk, az elért embereket. Mert nem feltétlen az, hogy mi nyertünk, hanem hogy tényleg én annak örülök, hogyha valakit ez elgondolkodtatott. A beérkezett munkákat a szervezők igyekeztek minél több szempont alapján vizsgálni és elismerni, így a kategóriák helyezettjein túl a három legjobb verkfilmet is értékelték, illetve külön díjakat is kiosztottak a kisfilmek között. Az elismerésekhez jutalom is járt, valamennyi eredményesen versenyző diák fotós szaküzletben levásárolható ajándékutalványt vihetett haza. Május 18 és 22 között kerül megrendezésre Gödöllőn a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb fóruma ezeknek a filmeknek az lesz, hogy ott a nagy neves alkotók között az ő filmjeiket is levetítjük. Én azt gondolom, hogy aki ma filmkészítésbe fog, annak ez egy nagyon nagy dicsőség lesz, hogy ott az ő filmjei megjelennek. Ezen kívül egy online felületet létrehozunk, ahol a gyerekek otthonról vagy az iskolából is meg tudják tekinteni. Nagyon fontos, hogy ne csak ez a 29 csapat legyen az, aki látja, akár itt, akár ugye nekik természetesen elküldjük, hanem az ő iskolájukban is, tehát egyre terjedjen, bővüljön a kör, osszák meg ezeket a filmeket, hiszen azt gondolom, hogy ennél jobb hangvételt nem találhattunk, vagy közvetlenebb hangvételt a gyerekekhez, mint amit az egyik diák a másik felé közvetít. A fény és víz fotópályázatra szintén nagyon sok alkotás érkezett. Valami nagyon-nagyon jó dolog indult el itt Gödöllő térségén. Aszódtól kezdve Gödig, Őrbottyámból, Fótról, Dunakesziről, mind a filmekre, mind pedig a fotókra küldtek be diákok alkotások.
megtiszteltetés számunkra, főleg azért, mert valami nagyon fontos dolgot mutattak meg, láttattak meg velünk a filmmel is, és ugye a fotópályázatot már másodszor írtuk ki, az által is gyönyörű dolgokra hívták fel a figyelmünket. Adta magát ez a fény, a víz, adta magát a játékosságot, és adta magát azt is, hogy valahol belekeveredjen egy kicsit az, hogy hogyan rontjuk el ezeket a dolgokat, milyen hatások azok, amik negatívan érintik a környezetünket és az abból kiszűrhető élményt, amit ugye a fény és víz ad. Magára a fény és víz pályázatra több mint 40 pályamű érkezett be. Ahogy említettem, van, aki kettő, van, aki egy egész sorozat filmmel. A pályaműveket kiemelkedő fotósok, fotoművészek bírálták el, őket, akik irányította a Zsila Sándor, egyik legnevesebb magyar természetfotós. Azon kívül Lehoczky István, aki jelen pillanatban is itt van velünk, és átadja a díjakat. Kollégánk, fotós, nem akarom, hogy megsértedjen, hogy a nagyon-nagyon kiemelt, de számunkra ő egy nagyon fontos ember. És hát még különböző más fotóműhelyeknek az alkotói is bírálták, látták a képeket. Azért nézik meg ilyen sokan ezeket a képeket, mert nem csak a mai napról szól a maga a fotópályázat és annak az eredmény hirdetése, hanem egy kiállítás is lesz a képekből. Májusban a Gödöllői Királyi Kastélyban megnyílik egy kiállítás, ahol a tervek szerint egy olyan 50 kép fog megjelenni. Azt mondhatom, hogy minden alkotásból van olyan minőségű és olyan jó kép, amit igenis meg kell mutatni. A fotópályázatra szintén két kategóriában lehetett nevezni. A 10-14 éves korosztályban a harmadik helyért járó díjat Petró Lilla Gabriella vehette át, aki a budapesti Fasori Református Általános Iskola diákja. Második lett a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója Liska Zsófia, az első helyen pedig a Gödöllői Református Líceumba járó Unyi Péter felvétele végzett. Gödön elmentünk, ott, ahol szoktunk menni sétálni, és ott lefotóztam. Miért gondoltad úgy, hogy elküldöd ezt a fotót erre a pályázatra? Mert én már ott egy csomó képet csináltam, meg más helyen is, és gondoltam, hogy az nagyon jó lesz. A nagyobbak között Pergel Áron, a Péceli Integrált Oktatási Központ gimnáziumának diákja szerezte meg fotójával a harmadik helyet, Vas Kristóf András, a Gödöllői Református Líceum gimnazistája kapta a második helyezést, a képzeletbeli dobogó legfelső fokára pedig Nyikos Réka állhatott fel, aki ugyancsak a líceumban tanul. A fotópályázaton összesen 5 külön díjat osztottak ki. Csillogás, vízi világ, pasztelvilág, akció és klasszikus természetfotó kategóriákban. Mióta foglalkozol fotózással, és korábban indultál-e már más fotós versenyen? Korábban indultam egy pályázaton, és komolyabb olyan 2-3 éve fotózok. Évek óta kijárunk pusztaszerre, kiépített lesekbe fotózni, és ezt ott sikerült készítenem. A jövőben tervezed-e azt, hogy más fotópályázatokon is indulsz? Szoktam nézegetni, hogy vannak-e éppen pályázatok, és igen, amire tudok, arra nevezek. A megfelelő célokat a megfelelő szinteken kell elindítani és kezelni. Természetes, hogy ezeket a gyerekeket, akiket most megtaláltunk, nem szeretnénk elengedni jó értelemben véve, hanem folyamatosan motiválni őket. Április végén lesz a Teszed mozgalom következő eseménye, én nagyon bízom benne, hogy ott is szép számban jelen lesznek. Hál' Istennek nagyon sok olyan önkéntes csapat vagy civil egyesület van itt a térségünkben, akik nagyon örülnének ilyen motivált diákoknak, fiataloknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy velük közösen meg fogjuk találni a lehetőségét annak, hogy a gyerekeket mindig valami plusszal mozgósítsuk.